A nagy veszély szerintem továbbra is az, hogy alapvetően nem a koronavírus okozza a legnagyobb bajt, hanem az okozza a legnagyobb bajt, ahogy mi reagálunk rá. Tehát az okozza a legnagyobb bajt, ha esetleg ezt a veszélyt túlreagáljuk. Tehát ennek a járványnak a legnagyobb veszélye szerintem az, hogy keveset tudunk róla, és mivel ugye keveset tudunk róla, ezért félünk tőle. Tehát emiatt ugye fennáll az a veszély, hogy kicsit túlreagáltuk, illetve túlreagálta ezt a dolgot a világ. Mint hogyha sötétben repülnénk, és abszolút nem látnánk ki az ablakból, és éppen ezért félelmünkben nagyon lelassítunk, nagyon lassan haladunk. Csak közben annyira lelassítunk, hogy fennáll a veszély, hogy a repülés közben lezuhanunk. Nekem volt egy olyan érzésem a válságkezelés során, globálisan, illetve részben Magyarországon is, hogy úgy álltak hozzá ehhez a járványhoz, mintha itt most a fekete pestisről vagy az eboláról lenne szó, miközben ugye az ebolának a halálozási rátája ugye 50%, addig a koronavírusé, legalábbis a hivatalos adatok szerint ez körülbelül ilyen 5-6%. Ráadásul ugye, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a fertőzöttek valós számát nem is ismerjük, csupán a diagnosztizáltak számát ismerjük, akkor ugye ennek a járványnak a valós halálozási rátája ugye ennél jóval alacsonyabb. Erre még nincsenek megbízható adatok. Egy német kutatásra tudok hivatkozni. Nem csak azokat tesztelte le, akiknek panaszaik voltak, hanem gyakorlatilag minden olyan embert letesztelt, aki potenciálisan fertőzött lehet, és ez a felmérés azt hozta ki eredményül, hogy a koronavírusnak a halálozási rátája az körülbelül 0,3-0,4%, tehát ez ugye tized annyi, mint a hivatalos érték. Hát igen, erről már beszéltem a múltkori videóban, hogy ez egy örök dilemma. Arról beszéljünk, hogy maga a koronavírus milyen károkat és milyen pusztítást okoz, úgymond, vagy arról beszéljünk, hogy a koronavírus elleni védekezés az mekkora károkkal jár társadalmi, illetve gazdasági szinten. Úgyhogy hát szerintem nyilván ebben a megoldás az, hogyha mind a kettőre próbálunk fókuszálni. Ilyen szempontból csak azt tudom javasolni, hogy mindenki tájékozódjon minél több forrásból. A médiára elég nagy felelősség hárul ebben a tekintetben. Mondjuk én azt enyhén szólva és kicsit túlzásnak tartom, amit mondjuk a CNN csinált, hogy mint egy háborús helyzetben gyakorlatilag folyamatosan képernyőn hozta azok számát, akik meghaltak a koronavírusban, illetve azok számát, akik megfertőzöttek, miközben ezt ugye azért egy számos más betegség esetében is meg lehetne tenni. Szegény svédeket, bár nem kell őket annyira sajnálni, ugye két oldalról is ütötték, ugye egyrészt ütötte a mainstream média, amely ugye nem igazán vette jó néven, hogy a svédek úgymond eltértek a globális modelltől, és egy teljesen más utat választottak. Másrészt ugye ütötte őket is az úgymond a kormány közeli média, ami szerint hát ezek a svédek ilyen elfajzott liberálisok, akiknek ugye gyakorlatilag nincs jobb dolguk, mint hogy passzióból ki akarják írtani az időseket. Ugye a svéd modell alapvetően arról szólt, hogy minél kevesebb korlátozással, lehetőleg karantén nélkül próbáljuk visszaszorítani a járványt, úgyhogy közben azért fenntartjuk az életet és minimalizáljuk a gazdasági és a társadalmi károkat, és eközben elsősorban azokat próbáljuk megvédeni, akik a legsebezhetőbbek, tehát az időseket és a krónikus betegeket. Na most utóbbi célkitűzés az nem igazán valósult meg, ezt ugye be kell látni. Tehát ugye a svéd halálozási ráta az a népességhez viszonyítva az az 5. legmagasabb a világon, ami hát enyhén szólva sem egy jó eredmény. Még akkor sem egyébként, hogyha ez a ráta még mindig alacsonyabb, mint mondjuk a olasz ráta, vagy a spanyol ráta, vagy a brit ráta, vagy a belga halálozási ráta, ami ugye azért abban a szempontból érdekes, hogy például Olaszország és Spanyolország ugye meglehetősen szigorú karantént alkalmazott, viszont mondjuk azt is látni kell, hogy a norvégok, akikhez talán érdemesebb őket hasonlítani, sokkal jobb mutatókat értek el ezen a területen, tehát az ő halálozási rátájuk az 10 akkora, mint a svédeké, miközben a norvégok ugye szigorú karantént alkalmaztak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a svéd modell, ez alapvetően egy hosszú távú modell, tehát hogy ők azt mondták és azt mondják, hogy ezt holisztikusabban kell kezelni, ezt az egész problémát, tehát nem csak azt kell nézni, hogy most hányan vesztették életüket a vírussal összefüggésben, hanem azt is kell nézni, hogy a vírus elleni védekezéssel milyen egyéb károkat okozunk, és majd később néhány hónap, vagy talán néhány év múlva lehet igazából mérleget vonni, mikor látjuk, hogy a gazdaság mennyivel zuhant, vagy mennyivel nem zuhant, mikor látjuk, hogy az egyéb társadalmi csoportok, vagy esetleg a többi beteg mennyiben károsodott mondjuk a koronavírus elleni védekezés következtében, tehát ezután lehet igazából egy mérleget vonni. Tehát ezért is tartom úgymond viccesnek, vagy szomorúnak igazából, mikor úgymond komolynak mondott gazdasági, vagy egyéb lapok azzal a címmel jelentek meg, hogy hát a svéd modell megbukott. Szerintem az, hogyha csak a koronavírus által okozott halálesetek számát nézzük, és az alapján próbálunk mérleget vonni, az körülbelül olyan, mintha úgy próbálnánk megmondani, hogy mennyi az idő, hogy ránézzünk a másodperc mutatóra. Ugye miközben a koronavírus járvány miatt leállítottuk a félvilágot, azzal hatalmas károkat okoztunk a gazdaságnak. Most lehetne mondani, hogy csak áprilisban az EU-ban 400 000 új munkanélküli lett, lehetne mondani, hogy az Egyesült Államokban 40 millió ember, vagy több mint 40 millió ember vesztette el az állását a járvány kezdete óta. Ennek az egész védekezésnek a gazdasági következményeit azt mindenki érzi a saját bőrén, hiszen valószínűleg mindenkinek van olyan ismerőse, akit emiatt kirúgtak, valószínűleg mindenkinek van olyan ismerőse, akinek emiatt csökkent a fizetése, vagy valószínűleg mindenkinek van olyan ismerőse, aki emiatt gyakorlatilag létbizonytalanságba csúszott. Eléggé a feje tetejére állította ez a vírus, illetve a vírus elleni védekezés a társadalmi életet. És itt most nem csak arra gondolok, hogy hirtelen bezárt minden, és minden napjainkban is mélyen belenyúlt ez a válság. Ezen a képen egy koszovói kislány látható, egy koszovói iskolában, és ugye azt látjuk, hogy ez a kislány, illetve a társai gyakorlatilag egy ilyen hegesztőmaszkszerű plasztikban ülnek az órán, ami hát azt nem tudom, hogy ez mennyire általános gyakorlat Koszovóban, illetve hogy mennyi ideig fog tartani, de hát, hogy önmagában már ez a kép rémisztő. Ez az a fázis, ahova semmiképp nem szabadna eljutnunk. Most csak 2 példát említek, ugye mi is írtunk arról, hogy például Nagy-Britanniában feltételezések szerint 10 000 olyan demens beteg volt áprilisban, aki feltételezhetően részben vagy egészben azért vesztette életét, mert hogy gyakorlatilag izolálták a járvány miatt, és emiatt egyrészt az orvosok sem jártak ki hozzá olyan gyakran, mint korábban, másrészt nem láthatta a rokonait, a barátait, a szeretteit, és emiatt nem értette, hogy hova tűntek az emberek hirtelen a környezetéből, és ez nyilván ennek a pszichés hatása elég súlyos volt. Olaszországban egy felmérés szerint 5-ből 4 embernek külső segítségre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza a járvány, illetve a járvány kezelése okozta traumát. Itt most gondolok nem feltétlenül csak az izolációra és annak a nehézségeire, hanem arra a stresszre, amit mondjuk a létbizonytalanság, a jövő a biztos jövőképnek a hiánya okoz. Tehát, hogy ezek a pszichés hatások, ezek megint csak olyan dolgok, hogy nem lehet számszerűsíteni feltétlenül, és nem lehet kiírni a képernyőre, hogy most ezen a napon 123 ember esett depresszióba, vagy lett súlyos problémája amiatt, de hogy azért ezt mindenki érzi szintén, hogy a káros pszichés hatások is elég nagy súllyal esnek a latba. Erről beszéltem az elején is, hogy miközben ugye repülünk a sötétben, és próbáljuk ugye elkerülni, hogy neki menjünk valaminek, és igazából nem tudjuk biztosan, hogy mivel állunk szemben, a közben annyira lelassítunk, hogy lassan le fogunk zuhanni. Nyilván a józanész diktálta szabályok figyelembevételével azért próbáljuk úgy folytatni az életünket, ahogy eddig éltük, hiszen végül is ez is csak egy vírus. A norvégok, akik szintén meglehetősen szigorú karantént alkalmaztak, most már ugye a tapasztalatok alapján 2 hónap elmúltával már kormányzati szinten is azt fontolgatják, hogyha esetleg jön egy újabb fertőzési hullám, akkor már nem fognak ilyen szigorú karantént alkalmazni, méghozzá azért nem, mert hogy egyszerűen nincs értelme, vagy azért nem, mert hogy a járulékos károk azok sokkal nagyobbak, mint amit maga a vírus okozott volna. Tehát például abban már nagy rész például egyetértés van náluk, hogy az iskolák bezárása az nagy rész fölösleges volt. Nem akarok elcsúszni abba az irányba sem, miszerint ez a járvány ez nem több egy influenzánál, és hogy ez az egészet csak túl hype-olt a média, és hogy itt most valami szörnyű összeesküvés van. Azt is be kell látni, hogy a karanténnak azért voltak jó hatásai, és feltételezhető, vagy legalábbis minden logikus érv amellett szól, hogy nyilván, hogyha keretek közé szorítjuk a társadalmi életet, vagy korlátozunk a társadalmi életet, és az embereket arra kérjük, hogy tartsanak távolságot, és ne kontaktáljanak egymással, és vigyázzanak a másikra, tehát ez feltételezhetően lassítja a járványt. Vannak érvek amellett is, hogy bizonyos keretek között azért érdemes korlátozó intézkedéseket hozni. Ez egy elég szubjektív kérdés, én alapvetően azt mondom, vagy azt a véleményt támogatom, miszerint nem szabad lemondanunk az eddig megszokott életünkről. A nagy veszély szerintem továbbra is az, hogy alapvetően nem a koronavírus okozza a legnagyobb bajt, hanem az okozza a legnagyobb bajt, ahogy mi reagálunk rá. Tehát az okozza a legnagyobb bajt, ha esetleg ezt a veszélyt túlreagáljuk. És most anélkül, hogy ilyen nagyon okoskodni akarnék, az európai emberek figyelmébe, vagy legalábbis nyugati emberek figyelmébe ajánlanék egy úgymond keleti véleményt. Az egyik legismertebb japán kortársíró, Murakami Haruki mondta azt, hogy lehet, hogy mindenkinek fog majd jutni maszk, illetve lehet, hogy mindenkinek tudunk majd vakcinát adni, de hogy fennáll az a veszély, hogy a járvány utáni világ az egy sokkal unalmasabb és íztelenebb, feszültebb világ lesz, mint a mostani. Szerintem azzal együtt, hogy figyelembe vesszük a járvány okozta minden veszélyt, és figyelembe vesszük a realitást, azért előbb-utóbb szerintem érdemes lenne visszatérni a régi életünkhöz.